Na hölgyek, urak, én kicsikét föltekertem ezt a rohadt fényerőt, mert egyszerűen nem láttam semmit, de tényleg semmit az égvilágon, kicsit tele van a hócipőm bele. Na nézzük tovább, hogy mi az Isten fog még velünk történni. Okés. Oké, van egy Lemmy cuccunk, nézzük, azt mondja, hogy mit tudunk hozzá. Ez a Lemmy? Ez a Lemmy, oké, akkor ezt... Equip part. Jó, kaptam még egy trófeát, mi baj lehet belőle? Na most nem itt, nem itt, nem itt, nem itt. Hol vagyunk még? Azt mondja, hogy igen, ott is van valami. Easy to pick lock, oké, majd pikkelhetünk lockot kicsit később, de... Nem, most pikkelünk lockot, csezd meg, most, most, most. Bár nem biztos, hogy el kéne használni, de én most elfogom, oké? Na, valami jó legyen benne, léci, ne legyél tökéres. Oké, Wooden Angel Statue, hogy ez mire jó, azt nem tudom, de biztos valamire igen. Jaj, akkor most pedig, igen, pisztoly, és na ott van, ott van, ott van, erről beszéltem nem olyan régen, hogy ez bizony, le lehet onnan lőni, és jól felszedni. Kristály darab, kiváló. Ebből még akármi is lehet. Jó, itt most semmi. Unlockoltuk. Akkor most használjuk a borocskát ugye itt be. Gyerünk, 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 azaz. Oda, ja. Tanguis Virginis, vagy Virginis, nem tudom, hogy mondják, igazából fogalmam sincs, hogy beszélték a latin. Semmilyen szinten nem tudom. Jó. Oké, futás vissza, jó? Elvileg volt be, ha igaz. És ez meg nem, nem itt voltam. Hol, hol voltam? Selegő! Ó, bazd meg, ó, bazd meg! Hagyjál békén, hagyjál békén! Szevasz, te pénisz! Hát te mit keresel itt? Hagyjál békén, jó? Menjünk máshová, rendben van? Értem én, csak ez engem semmilyen szinten nem izgat. Okés? Tarülj, ez engem nem érdekel. Jó, akkor mégiscsak jó felé mentem. Menjél már az anyádba! Hagyjál már békén, na végre, köszönöm. Hol volt az a, hol volt az a... Merchant szobája. Entrance hall, main hall, dining room. Totálisan rossz felé jöttem, na mindegy. Védekeztem, csak meg védekeztem, megnyomtam azt, hogy védekezés. Menjél innen, hagyjál békén, elfutok mellette. Jól elfutottam mellette, na most akkor... Jó. Futás, futás, futás. Main hall, gyerünk, gyerünk, hol a francban vagyok. Nem, egyre följebb, bocsánat. Itt föl, és akkor ott ki, és ott lesz majd. Csak ne jöjjön elém! Ne jöjjön elém! Léci, ne gyere elém! Ott is vagyunk. Ez az! Ez az! Ez az, na akkor most gyorsan. Mindent is felszedünk, ami van. Csak gyorsan, mielőtt még bárki a nyakunkba ugrik. Nincs semmi? Nincs semmi. Itt van! Mondom én, hogy ott van. Ne jöjjön senki, léci. Majd ide kell bemennem, de még nem. Valahol még van valahol a susnyába egy cucc. Csak nem tudom melyik részen. Ide még fog jönni valami szemétlád, azt tudja. Ott van, köszönöm. Erbileg jók vagyunk, és akkor most fölfele, föl. És azt hiszem, hogy idebe. Azt hiszem, hogy idebe. Ja, ide. Na.
Lady Dimitrescu az jól elfutott ott oldalt. Itt van valahol bármi az égvilágon? Na. Chemfluid, oké, okay, azzal baj nem lehet. Elvileg itt akkor pedig már nincsen semmi. Menjünk föl, mi baj lehet belőle, ugye? Mellette sincs. Mellette sincs, jó? Gyerünk. Jó. Bassza, mert nem ezt akartam. Elnézést. Oké, okay, semmit nem csináltam, nyugodjál meg, jó? Oké, okay, ez kicsit durvább volt a kelleténél, nem baj. Inkább ezt vesszük föl. Jó. Semmi. És akkor most itt kettő felé tudok menni. De mi is kell? Nem, ide be. Jaj, ezt tudom, oké, na, szóval igazából szobrokon kell fordítani, hogy befelé nézzenek. Oké, és kiváló. Rendben, akkor ezen kell egyet balra. Megyünk már. Sok volt? Ja nem. Ez balra. Ha igaz, akkor még a jobb oldaliakat kell fordítani egyel balra, és akkor vagy egyel jobbra is jók leszünk. Ja, jók is vagyunk, oké, kiváló. Hogy én ezt a részt hogy gyűlölöm egyébként, emlékszem már, nem túl fasza. Inkább így, oké? Inkább így. Mi zörög itt? Keskét lehet szétvenni? El is felejtettem. Oké, okay, nem kaptam semmit, jól van, semmi. What the hell? Úgyhogy what the hell? Vér! Vércsezve, nem tudod mi az a vér? Nem, arra nem megyünk, akkor... Függöny. Vagy mégis? Hogy tudok arra átmenni? Nem arra? Szerintem nem arra. Jó. Akkor viszont hol a francban vagyok? Csak erre tudok jönni, basszus, csak nem tudok átjutni ezen. Nem nyert, oké. Okay. Egyre följebb kell mennem, és ott. Szevasz, te pénisz! Oké, okay, és ez az szivassatok csak, persze. Nem fáj. Enne, itt átjöttem, és most itt... Azaz, oké? Okay. Jó. Nem tudom, hol vagyok és miért vagyok ott. De az biztos, hogy jó nekem. Na, hol vagy? Ott van valahol? Hol van? Szávasz, te pénisz! Azaz, oké. Okay. Kicsit összerántottam a seggemen a vadszőr gyerekek, azért ez para, jó? Hája, hogy állok gyógyító cuccokkal? Oké, okay, és van három, ez már csak nem annyira rossz.
Nem tudom, hogy ki az és hol, de... Szevasz öreg! Hát te meg mi az anyádat csinálsz itt? Oké. Okay. Ott is van egy. Echo-t, oké. Okay. Mivel csak itt pazarékolom a lőszert, mint a muszáj volna. Jó fele megyek egyáltalán, vagy nem? Elvileg. Itt is tudja lesz valami még. Mondom én! Ó! Oh, re! Jó? Nem tudom, hol vagytok és mit akartok, de kellemetlen meglepetésben lesz részletek. Te basz! Levasztok! Jó. Mindjárt jobban érzem magamat, köszönöm. Ja. Elvileg itt is lehet trükközni. Csak nekem nem sikerült, jó? Itt meg fa van, szóval... persze, hogy nem mutatja, hol vagyok, szóval... Szóval nem tudom, hol vagyok. Come on, baby, come on, cumi. Na. Nem álvazd meg! És ez egyetlen egy rohadék, amelyik megharap, az pont a legvégén van. Szóval akkor megbeszéljük vele, hogy shotgun. Na, fölszedtük? Fölszedtük, oké. Okay. Izgalom van, srácok, izgalom van. Ami lesz itt? Na, följöttünk. És fingom nincs, hogy mikor, hol, mit kell csinálni, úgyhogy csak körülnézek. Lehet menteni progresszni, most mentek egyet biztonság kedvéért, jó? Nem tudom eddig miért nem mentettem. Éppen ideje volt. Arra semmi, jó. Ne, menj el. Has escaped that fool Heisenberg. Because he is in my castle and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him... No, Mother Miranda. Yes, of course, I understand the importance of the ceremony. I won't let you down. Oh! Oh! To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. Na! Kicsit be van pöccenve, jó? Nem baj. Nem baj, örülünk. Na szóval... ja. Kicsit ki kell pucolni itt a dolgokat. A zár van a másik oldalról. Nézzük csak. Ha jól emlékszem, akkor rendkívül szar helyen van eldugva minden. Azt mondja, hogy we were all called by Mother Miranda to decide the fate of the child's father. Szia, Miranda anyja összehívott minket, hogy eldöntsük a gyermek apjának sorsát. Just thinking of that family meeting makes me shudder. The thing that I am treated like a sister to those miscreants. Ha csak erre a családi gyűlésre gondolok,
mi az a hideg rász ki. Ha belegondolok, hogy nővér, hogy úgy kezelnek, mintha a nővére lennék ezeknek a nem tudom miknek, valami nem szép dolog, különösen Heisenbergnek, that refresh wouldn't know proper manners if they slapped him in the face. Szóval, hogy az magam akkor sem tudná, hogy mi, hogy, hogy kell viselkedni, ha arcon csapná. I would have sliced him to ribbons if mother hadn't stopped me. Hogy, hogy szalagokra vágtam volna fel, ha az anya nem állított volna meg. Why does she treat me the same as them? Miért bánik úgy velem, mint a többiek? She gave me this castle, obedient daughters, everlasting life, did she not? Tehát ugye nekem adta a kastélyt, engedelmes leányokat, örök életet, nem igaz? Am I not her favorite? Am I not special? I need a drink. Ugye hát nem vagyok a kedvence, nem vagyok különleges. Kell egy ital. Hát ja, kellemetlen. Na most, hogy itt mi az Isten, azt nem tudom, de nem jó. Aha, Rózsa, hol vagy? Ez jó lesz. Oh shit. Mary. All this for a child who isn't even here. What the hell? You ungrateful, selfish wretch. You come into my house. You lay your filthy man hands on my daughters. And now you even try to steal my property. How dare. Rest while you can, because I will hunt you, and I will break you! Go ahead. Kicsit bepöccent, nem? Egy nagyon-nagyon picit bepöccent. Na szóval, most akkor nézzük meg a lehetőségeinket, hol a francban vagyunk. Van gumpoderem, oké. Megint valahol itt vagyunk a mélyén mindenféle szarságnak, szóval ez annyira nem egy fasz a dolog. Angunammu. Oké, és itt valami. Arra tudok menni. Nézzük csak, itt mi ez. Semmi, jó. Most elcsesztem, mert innen jöttem, oké. Valahol biztos, hogy tovább tudok jutni, csak hol. Hol. Aha, ott. Megvan. Egyre izgalmasabb. Aki továbbra sem érti, hogy a francba kerülnek ide vámpírok, vérfarkasok, technokrata varázslók, meg egyéb okosságok, az gondolkodjon a dolgokon. Jó, elvileg akkor jó helyen vagyok? Nem tudom, mi van ott? Ez jó lesz. Nem, azt hittem, hogy más lesz itt, na mindegy. Na most hol vagyok? Nem tudom, de az legalább biztos. Ott egy rács van, az nem túl fasz a dolog. Ja, ezt meghúzom, és jön a gond. Azt mondja, hogy erre tudok futni. Igen. Erre pedig tudok egy nagy kört tenni. És erre vissza, jó. Majd mindjárt látjátok, hogy miért. Futás van, rohadtul futás van. Nem fogsz te vágni engem sehova, köszönöm szépen. Én csak szeretnék errefele elfutni, és aztán teljesen jól leszünk, oké? Okay? Jó, tehát akkor erre bejövök, oké? Rendben, akkor te maradjál ott, én pedig fölkapom szépen kezecskémet, és húzok innen, mint a vadzibák, jó? Köszönöm, oké. Okay. Megvan a kezecske. Hes, nyisd már ki! Na bazd meg még egy kör! Áááá! Ugyan nem nyírt ki, jól van. Ezt elfelejtettem, Bakker, hogy ilyenkor még egy kört kell tenni. Nem erre. Most... Na nem tudok banyak önteni. Arról hat életben ezt tudja, hogy ki fog nyírni. Azt sem tudom, hol vagyok. Mondom én, bazzeg, arról hat életben. Na, hetedik neki futás most már csak sikerül. Hét a magyar igazság, vagy nem? Nem. Tehát akkor már kétszer elhagytam a magyar igazságot, és következik majd a harmadik nem sokára. Gyerünk, oké, föltol. Oké, skippelünk, jó, és akkor futunk erre fel, oksi.
egyszer biztos, hogy meg kell úsznom. Gyere már te rohadék, gyere. Gyere, indulj meg felé. Azaz, köszönöm. Futás. Gyorsan. Azaz, oké. Ha mázlim van, akkor egyszer ki tudom kerülni ott oldalt. Nem arra. Azaz, és elkapott, bassza meg, és elkapott. És nem tudom gyógyítani magamat, mert a kezem az éppen rendkívül szar állapotban van. Szóval, most gondolkodom kell, hogy hol van. Gyere, hol vagy? Ott jön, azaz, oké. Szóval mázlim van, akkor most ki fogom tudni kerülni. Csak ne jöjjön nagyon gyorsan, ez a lényege neki. Gyorsan kell egy új kéz. Ja, már felszedtem, bakker, oké. Már csak erre vártam. Menjél már innen. Bazd meg, és ez is nyitva van, a rohadt életbe. Most hát tudok gyógyítani, nem? Nem tudok. De tudok, basszus, ez tök jó. Szevasz! Hagyjál békén! Espicsába! Erre megyünk, vagy nem arra megyünk? Nem erre jövünk, bakker. Akkor még egy tiszteletkört teszünk, mert ez a nőstény állat, ez most kicseszett velem. Úgyhogy bejövünk is jobbra. Azaz! Erről van szó! Hagyjál békén, Dimitres téni! Nyisd már ki! Azaz! Erről van szó, ez meg mi? Mask of Sorrow, tök jó, van egy maszkom. Na, futunk akkor gyorsan egyetlen egy irányba. Ez az. Csak szerintem nem erre kellett volna jönnöm. Ja. Róla tudom, erre kellett volna jönnöm, szóval akkor még egyszer kifele. Hess, hagyjál békén, pénisz arcú. Szevasz, te is. Ha, de sokan vagytok. Miért vagytok ilyen sokan, banyek? Nem erre, bassza meg! Da. Nem. Ott van egy ajtó. Jó, elvileg most jól kicsileztem mindenkit, ugye? Menjél be! Ez az! Púcsezd meg! Oké, végre kaptam egy térképet is, kiváló. Az meg a másik oldalra van zárva. Szóval akkor csak megyünk fölfelé. Mennyi shotgun lőszerem van, konkrétan semmi, szóval akkor most talán kraftolni. De azt meg nem tudok kraftolni, banyek. Azt meg nem tudok kraftolni, hogy szakadna meg, jól van akkor. Handgunomhoz az nagyon kell köszönöm, na mi ez már megint. Please be aware the mistress's lipstick is missing. If anyone finds it, could they please return it to your bathroom? Tehát ugye az úrnő, mi az Isten, úrnő rúzsa eltűnt. Ha bárki megtalálja, vigye vissza a fürdőszobába. It is custom made and therefore very expensive, grand chamber made. Mondja, hogy egyedi készítés, és ebből következően nagyon drága, remek. Ez meg ki a tököm. Jó, akkor most nem erre jövünk. Ezt kell majd kinyitnom valamilyen úton módon, és ha jól emlékszem, akkor pont a nyomomban lesz ez a szemétláda, szóval nem lesz olyan könnyű. Ott is van egy pénisz! De másik oldalon? Ott van a másik oldalon, bocsánat, benéztem. Nem tudok célozni, csak szólok, jó? Tehát én ebben béna vagyok. Elvileg a másik oldalon is jön egy, hogyha megöltem. Gyere! Gyere, pöcsfej!
Ott vagy már? Tudja, hogy ott van valahol, csak arra vár, hogy belépjek. Nem fogok belépni, jó? Még egy lefele lépcső, okés. Na gyere, te pöcs! Gyere! Megfót, oké? Mondtam én, hogy rám vár ez a szemétláda. Oké, Flower Sword Board. Jó, oké, kővé vált rendkívül. Na, szóval, hogyha vissza fogok jutni valamilyen úton, módon itt a Merchanthoz, akkor bizony nekem van lehetőségem most használni azt a golyót nála. Vissza is fogok. Ez nem opció, vissza fogok jutni. Jó? Hol a francba vagyok? Gunpowder az tök jó, csak nem fogok tudni csinálni magamnak basszus izéket. Tárgyalőszereket, ez annyira nem fasza. Nem. Ott volt valami, rosszul láttam. Rusted scrap. Nem tudom, mire jó, de biztos jó valamire. Állok ki, és most hol vagyunk? Ja, hogy itt. Oké, és rendben van, akkor nekem merre fele kell mennem? Zongrázni tudok? Tudok! Na, mit kell csinálni? Most sem tudtam zongrázni, szóval mindegy. Azért a hangokat ismerem. És még egy. Oké, valamit lesz. Iron Insignia Key. Na most ezzel kell akkor nekem visszafele mennem, ha igaz. Azt hiszem, hogy ez fogja nyitni azt az ajtót, és ha igen, akkor nagyon boldog leszek, de közben meg rendkívül futnom kell majd. Térképet nekem. Aha. Ja. Ezt nem is néztem még meg. Azt mondja, one day since street men, the free girls have stopped moving, they seem almost dead, and insects too out of their eldest mouth, it appears to be a common fly. Azt mondja, hogy egy nap a kezelés óta a három lány nem mozdul, mintha halottak lennének. Az egyiknek a légzésre szájából egy bogár szállt ki, egy közösséges lénynek tűnik. Két nap a kezelés óta, all three bodies are covered in flies, it appears the flies are consuming their flesh. Szóval mindhárom test, mindhárom testet legyek borítják, úgy tűnik, hogy elemésztük a húsukat. When I opened the window, some of the flies dropped dead to the floor. It would seem the cold petrifies them. I quickly closed the window to avoid weakening the insects further. Amikor kinyitottam az ablakot, akkor néhány légy holtan esett a földre. Úgy tűnik, hogy a ideg elpusztítja őket. Gyorsan becsúktam az ablakokat, hogy még jobban nehogy még jobban legyegítsem őket. Négy nap a kezelés óta. All three bodies have almost been completely consumed by the insects. All that is left is a dark, waiting human-shaped mass of creatures. Úgyhogy mindhárom testet teljesen elemésztették a rovarok. Ami maradt belőlük, az csak egy sötét, ember alakú teremtmény massza. It's just after noon and the insects have started to change color. Those around the face turned pale and those around the lips turned a deep crimson. Hát ugye még csak dél van, de a rovarok elkezdték változtatni a színüket. Azok, akik az arc környékén vannak, sávatabbak lettek, amelyik az ajkak környékén, azok sötét bordók. 6 days since treatment, tehát 6 nap ugye a kezelés óta, the massive insects have transformed into human bodies again. All three girls walk looking at me like newborns. I sense a bond between us like mother and daughters. I have already decided their names, Bella, Danielle and Cassandra. Szóval, mondja, hogy a rovar massza emberi alakot öltött ismét, a három lány felkelt, úgy néztek rám, mint az újszülöttek. Kapcsolat érzek magunk között, mint anya és lányai között. Már el is döntöttem a nevüket, Bella, Daniela és Cassandra. Kiváló!